Ciao, Gary. Hello, hello. Mi lenne az a kérdés amúgy? This initiation, do you? Nah. I'm sure we'll just chant some ceremonial stuff. Nothing to it. Well, it's about time. We paid our dues. Made plenty of their problems disappear. Dumped all those nobodies down that chute. What we did or didn't do, it's all behind us now. We're going straight to the top, partner. Yep, like we died and went to heaven. Someone had fallen to their death from the rooftop. Oh.
his story. Solution. In the city trapped in eternal night, they watch the film where the night never arrives, where the night hides in your mind. Thank you.
straight to the top. The dirty cops look down at the city. Hey, Alan. How's the memory doing? Sorry, who are you? Kidding. Good to see you, Tim. You had me going.
cozy place you got here. You know, your disappearance from Bright Falls is still the only thing that folks talk about. Well, that and Deerfest. Is this where you ended up back in 2010? You know about that? I am the sheriff of Bright Falls. Or I was. Are you related to Sarah Breaker? She was the sheriff of Bright Falls back in 2010. Yeah, she's my cousin. I had a police sketch made of Dor based on my dreams. I sent it around and Sarah recognized the face from an old case file from the 80s. I moved out there to look into it and became sheriff after she left to join the feds. So Deerfest is still a thing? Oh yeah. Yeah, it's bigger than ever. You know, I got zapped here right before it was about to happen. Funny, me too. What was in the case file about Dor? Not a lot of details in it. A local man named Warland Dor went missing near Cauldron Lake. Eyewitnesses claim he was struck by a bolt of lightning and just vanished. I never found any official records of a Warland Dor living in town or anywhere. Another dead end. Casey, I'm all yours. Go ahead. Ask that bird question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good.
Now you're ready to meet the Grand Master. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! No! Crazy bastard! Why'd he jump? Projection booth. Was that where I find the murder site? Me, Mr. Casey. I'm all yours. Go ahead. Ask that burning question in your mind. How did you do it? How did you get me into that film clip without my remembering it? Talk to me, damn it! You've seen the film? Good, good. Now you're ready to meet the Grand Master. He's waiting for you in the projection booth, where everything will be revealed, where he will project a new reality onto this one. And now, Mr. Casey, I've played my part to the end. No! No! Crazy bastard! Why'd he jump? Projection booth. Was that where I find the murder site?
found myself in a maze of film equipment. There had to be a way to the projection booth from here. I wasn't alone. I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Grand mask of my hands! You're a clown in a I was back where I started. A loop within a loop. I had to keep going. I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Who was that? Who said that? You're grand mask in my hands. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron! The Casey in the story was losing it. I wasn't far behind. I was back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the other side. Show yourself! Who said that? That's a real clever trick, asshole! You can run, but you can't hide! You're a mask in my ass. You're a clown in a mask. I'm not the one wearing a mask here, you moron! Why don't you come here and say that to my face, buddy? They'll see who's the moron. Back at the beginning again. I had to keep going. Find a way to the murder site. I'm here, you son of a bitch! Show yourself! Shut up! That's a real shot! Shut up! Shut up! Who's there? Look, you got the wrong guy. I'm not Alex Casey. I only play him in the movies. He's just a fictional character. What's going on here? You don't have to kill me! You don't have to go get that knife and stab me! You can just give up and go back! Forget about the ritual sacrifice to open the way forward! The ritual sacrifice to open the way? No! Don't do it! You don't have to become a monster! Just leave the knife where it is! In the back! And go! Back? Everything about this was absurd. Our dialogue forced and ridiculous. In desperate need of another pass. But I'd play along to see where it took me. Let's forget about the knife. Don't go looking for the knife. There is no knife. Knife? Thank you.
makes any of this make any sense is in your psychotic brain. As a fictional character in the story, you fulfilled your purpose. You brought the writer of the story here. You can go now, Casey. No, I'm not going anywhere before I get some answers. How was I in that movie? Why does all this feel so familiar? What? Who the fuck are you? Who the fuck am I? No! And welcome to you, Alan Wake. What the hell? This is the ritual to lead you on. We are just one step away from your final destination, Mr. Wake. But first, here is an unanswered mystery for you. If Casey was fictional, and you assumed his role as the detective, are you now fictional too? Whose story are you living, Mr. Wake? The visions are getting under my skin, coming too close for comfort. Not a separate layer, but mingling with my own reality in the dark place. Wait. Dead end. This can't be right. Did I miss something? Was the key. This is how we could help her. Saga Anderson, listen. I've been tricked. Scratch wrote returned. I tried to fix the story, but he stopped me before I reached the end. He has it now. It's the key to escape. What do you mean, escape? Wait, Scratch. I need to stop him. I need to stop him before he gets out. He's after Alice. I'm still trapped, but I'm making progress. I wrote you in to be the story's hero. Scratch made a horror story. I need to match the genre. It has to be dark, but the hero can break through, save her family, save us all. Save her family? Are you talking about my family? Yes. Whatever you're doing, it's working. You just need to keep going. If we have family in the horror story... I was closer now. Closer than ever before. But there was no time to lose. Everything was hanging in the balance. I could still lose it all. Parliament Tower. I had to make it work this time. I could stop Scratch, get the manuscript, fix its ending. Light is a poisonous, poisonous dart. Forever seeking out the darkest part. Forever, forever, forever your heart. Thank you.
was traveling deeper into the dark place. The poem on the wall was growing at the same pace, dogging my footsteps, like my unwanted shadow moving in the corner of my eye. It wasn't my writing. I didn't know what it was. A terrible prophecy. A curse looming over me. Onko täällä ketään? Ahti. Sanovat, se joka varjoon tyytyy, valon ihmeestä paitsi jää.
Sinua ikävä. Olit Veikon kanssa. Siksi lähdin. Hän on poissa. Ollut jo kauan. Kun nyt lähden. Lähde kanssani. Mutta vasta tämän yön jälkeen. Suojan pohjalla änkyrä kännissä ja huusi ja sopertteli ja armo, armo, rakkas veli, anna, armo, mä kuolen! Uutiset mistään paluusta ovat ennenaikaisia. Tulin vain käymään. Ja nyt kun muistan, millaista tämä touhu täällä on, en viivy kauaa. Missäs veljesi luuraa? Pisti hengiltä. Rupes käymään aivoa se aina länkytys. Uurilla ja mestarilla. Ei se paskaveli kelvon edes siihen. Sä olit mestarin valittu. Vaikka mä koskaan ymmärtänyt, että miksi. Päiviltä pitäis sinutkin pistää. Tuli tupen rapinat, poika. Leikataan parta! Leikataan pojalta parta! Miksi palasit? Kun kerran lähdit? En aikonut, mutta nyt löydän itseni täältä. Nyt on kai kirottu, kirjoitettu sadistisen kirjailijan tarina. Kierrän kehää. Maa on syklinen laulu. Mites siellä valtion kontrollivirastossa menee? Väärä virasto. En ole siellä töissä. Sitä paitsi, sain potkut. Ei olisi tarvetta talonmiehen apulaiselle. Ei ole. Tämän tilan isäntä katosi yön selkää vuosia sitten. Sen jälkeen, kun sinä lähdit. Merkit on ilmassa, että multakin loppuu hommat pian. Siksi kyselen virastosta. Ehkä saan sieltä töitä. Thank you.
mille juomme? Yöttömälle yölle. Sinut tuon puoleiseen. Sanotaan, että Alen kurkotti liian pitkälle yön syövereihin. Eikä löytänyt sieltä enää pois. Kannattaa varoa sitä Alenin mustaa leskeä. Taisit olla vähän heikkona häneen. Pelkäsin häntä. Me pojat oltiin aina vähän toivottomia naisten kanssa.
kehää. Tämä on spiraali. Nightmare, but I damn well try. This case would never be closed. I have more questions now than at the start. The irony of being trapped in a postmodern detective story. I felt watched. The eyes of some unseen audience on me. I wanted to turn to the hidden camera and tell them to fuck off. But I didn't know where to look to break the fourth wall. There would always be another case for Casey. A million stories in this dark city. The night opened up to welcome me. I walked into her arms. Roll credits.
sensed it was closed. No. The building was condemned. Closed up. Something was wrong. Something was missing. I had to get inside. It wasn't Zane. It wasn't Scratch either. Huh? You're me? Me? I don't understand. There's a lot I don't understand. The dark place operates in loops. Time is a story. I'm calling you from a different point in that story. From the future? I'm never getting out of here, am I? Yes, you will. And no, you won't. And that is... by your own choice. What does that mean? I'm sorry for what you'll have to go through. Alice's photos you found from the shoebox in the talk show basement. Before you can go to Parliament Tower, you must put them in the shoebox at her statue at the plaza. To help you, to help Alice, to help Saga Anderson. I'm my own deus ex machina? Really? How many writers does it take to finish a story? One for each draft. It's the same writer, but in a different point in time. I follow the steps he laid out for me. The photos now. I needed to put them into the shoebox by the statue.
basszus, bocsánat, elcsesztem, jó. Szia Jucus, köszi az eredetet, szia Geri. Elnézést, szia Zoltán, mindenkinek még egyszer. Igen, az a... az volt itt a probléma. Bocsi, hogy... véletlen felcseréltem a jelet, és ugye a piros... amikor kint van az a piros jel, akkor vagyok elméletek némítva, de most valami miatt fordítva sikerült, és pont akkor némítottam le magam, amikor beszélni akartam. Úgyhogy elnézést. Akkor valószínűleg ezért nem hallott senki. Csókolom néni, még egyszer Jusszus, köszi az alertet. Hát Geri, akkor... meg köszönöm Zoltán neked is így utólag, bocsi, amiért nem hallottatok is. Geri, mit akartam mondani? Igen, akkor ez volt a baj, hogy nem hallottál, meg ugye kérdeztem is, hogy mit akart, mit szeretett volna Círjak, de azt majd esetleg elmondja. Úgyhogy, bocs, hogy eddig nem hallottatok. Ja. Igen, elfelejtettem leellenőrizni, hogy jól van-e benyomva itt a dolog. De még jó, hogy most észrevettem, basszus. Igen. Szegény Zoltán meg Geri se tudta szerintem, hogy mi a helyzet. Meg lehet Archie is volt talán. Ja nem, Archie nem volt jó. Hát van egy gyors gomba billentyűzet, ami egyben némít, egyben pedig kiteszi azt a kis pöttyöt. Na most ez fordítva volt bekötve az előbb, és amikor kín van a pötty, akkor hallott, tatok volna, csak ugye valószínűleg azt hallották, hogy így eszek közben, akkor akartam ugye némítani magam, és amikor meg megnyomtam, hogy beszéljek, akkor meg pont, hogy lenémítottam magam. Hát, Jucus, látod? Ez van. De pedig tökre abban hitbe voltam, hogy minden működik. Pillanat. Hoppá. Már nélek nem vétre. Várjunk. Hallod? Várjál. Most nézem Jutus azt a pakkot, amit ugye Geri bedobott. Valószínűleg ez ilyen minimum 9000-es pak lesz. A Fistiknek lesz egy riftes változata, ahogy nézem. Érdekes. Meg annak a szőke cofos hajúnak is.
Hát néha leszoktam, mert akkor fölösleges a külső zajoknak beszűrődni, hogy eszek, vagy iszok, vagy nem tudom micsoda, tudod, hogyha nincs a cseten senki éppenséggel. Csá Zoltán, bocsi a korábbiért, hogy nem válaszoltam, köszi, hogy itt voltál az elején. Hát ez nem jó sikerült, ja. Legközelebb ellenőrizni fogom inkább az elején, hogy mert most pont fordítva, rosszul volt beállítva, pont Jucusnak mesélem, hogy észrevettem a rosszul volt beállítva. Hű, hány embernek, rengeteg embernek most ilyen pöttyözve van a neve, hogy B pont pont pont, A pont pont pont, meg ilyesmi. Nálam volt ilyen régen, de akkor volt, amikor átírtam a nevemet, ugye volt ez a névváltoztatás, és utána volt ilyen hiba, hogy bejött, hogy mit tudom én, D pont pont pont, és utána még egyszer át kellett írnom a nevem, hogy jó legyen. És akkor már nem volt pont. Ó, gratulálok a Detroithoz, az komoly. Igen. Hát épp Jucusnak is ma mondtam, hogy mert ugye rákérdezett, hogy az Until Dawn az van-e magyar felirattal, mondtam, hogy nincs is. Az az egyetlen egy ilyen játék a sok közül, ugye az összes többi van, az összes Quantic Dream-es játékhoz van, meg a Dark Picture sorozathoz, Quarryhez, egyedül az Until Dawnhoz nincs, ugye Na mindegy. Két este. Az... Igen, igen, az egy ilyen story-based játék, azt ha neki állsz, akkor úgy visz a story, és akkor hamar, idézőjelben hamar, csákárt, mert szia, hamar meg lehet oldani. Hát jó, Zoltán, csak akkor, hogyha tegyük fel a chat nem megy, akkor inkább lenémítom magam, mert a Vault-ba például akkor benne marad, ugye? Annak meg úgy nem látom értelmét. Ne, nem lenne baj, csak mondom, az elején megkavarodott ez a kis jel. Azt mondja. Na nézzük tovább, hoppá. De Jusszus, hát muszáj néha. Én meg itt össze-vissza kutatgatok, meg nem tudom mit csinálok, jelen véke a hülye képeké, azt már rá, most jöttem rá, hogy ez már régóta nálam van, mert én már legelején főszedtem ezeket a hülye képeket. Ami most kelleni fog. Ha jól emlékszem, Ellen Wake-nek ez már az utcsó fejezete. Hol ez a tetve szobor amúgy? Ah, itt van. Jújúj. Ez nyitja ki a ajtót?
Azt mondja. Igen, Jusszus, de most azért, mert válaszolok nektek. Ez már a játék utolsó fejezete. A csajjal még azt hiszem van egy. Ha jól tudákolom. Köszönöm szépen. So much rage inside of him, I can't stand it anymore. God, I tried so hard. I can't. I can't. His decision. Most of you won't understand. People call me an artist, but I don't care about any of that. I just wanted to show the world what I see. It's time for a perspective shift. To go from photographer. Hát, Jusszus, én sajnos nem. Nem szoktam enni. Hoppá, az utolsó fotók. Az para. Leugrott.
végső leszámolás. Mi is imádunk, Jézus. I had seen this before. Hoppa. This was me. Saját magát megölte. I had stopped myself trying to fix the manuscript. I was the one haunting Alice. It was always me. Júj. I killed her. Ő ölte meg. És ő ölte meg saját magát, amikor próbált változtatni a dolgokon, ha igaz. Várjunk, de... Akkor van tizedik. Ja, nem baj, Kárp, mert nem baj. Hát én attól függetlenül tudok a sztorira figyelni. Ja, most a csajnak az utolsó küldié, aha. Mert ugye Ellen Wake-nek a cuccait befejeztük, ahogy látom. Mondjuk ez érdekes, hogy akkor lehet, hogy talán össze-vissza lehet megcsinálni. Nem tudom. Fura. Ja, visszahoztuk Ellent, oké. Okay. Jaj! Jézusom! Jaj! Azt mondja... Várja! Jaj, de bassz meg! Ezt nem értem. Lehet, hogy a izérbe kell.
Oh, but... Lehet, hogy csak... Várja! Eltűnt az a szar. Júj! Ezt nem értem. Jó! De most meg... Azt mondja... Betöltés. Igen, igen, Jucus, ez már a vég... Hát, hogyha úgy van, akkor végigviszem. Tudod, attól függ, hogyha... De baszd meg, a faszomba, hogy nem lehet semmit látni. Thank you.
Asanjaatumista. Hol a másik lámpa, bassz meg. Nem látom. Nem értem, mit akar. Pedig ez, várj, ez két lámpa. De nem tudok kimenni. A mocskos kibaszott kurva anyádat. De mi a faszt akar már megint? Hát nincsen harmadik lámpa, bazd meg. Isten bassza meg. De ne gyere ki a kurva, Isten basszom meg már a faszomat. Az Isten bassza meg ezt a kurva játékot. Faszom ki van. Várjál, na helyes legalább akkor az. Ja, rendben, Jucus, köszi, köszi. Hát, ja, most remélem már nincs sok vissza, mert ez szétbassza az idegemet, ez a játék, geci. Hát, kurva szar. Kurva szar. Ah. Mm-hmm.
Ja, Jucus, nem. Hát, elvileg ez a boss fight van, azt hiszem vissza, és lehet, hogy utána a vége, majd mindjárt kiderül, csak nézem a videót, hogy mi az, amit kéne csinálni, mert egész egyszerűen addig jön, hogy nem tudok körbenézni, nem értem, hogy... Mert ennek semmi értelme, hogy lövöldözöm. A két lámpán kívül meg nem látok többet. Hallod, bazd meg, én komolyan mondom, ezt fejszíve ketté baszom a játékot. Ugyanazt csinálta a gyerek, mint én, hogy beforgatta két lámpát, és bement abba a kalitkába, és egy ilyen átvezető indult el. Csak nem értem, mit csinál másképp. Akkor nem én nem veszek észre valamit, hanem valami másképp történik a gyereknél. Hihetetlen amúgy. Várjál. Ja, igyekszek itt, hogy azt nézem, hogy mi lehet itt a probléma. Várjál. Neki valamiért teljesen másképp megy a izé. Várjál. Szia Cartman, szia, köszi, hogy voltál. Csácsá, jó hét. Azt mondja. Na, oké. Okay. Hát nem tudom, hogy mi nem, vagy mi van másképp itt. Érdekes. Megpróbálom újraindítani. Hoppá, a faszomat, ez nem az. Hát azt nem hiszem el. Aha, bekeresett a játék. És egyfolytában ugyanazt a hibát írja. Hát nem kicsit. Várjál. Aha. Oké. Ja, ebből is ki a... bassza meg.
Ja nem Zoltán a játék. Hát akkor lehet, hogy ez volt a probléma. Így kalapszar az egész. Mármint, hogy nem ártana valamit csinálni. Habár igaz, végig visszam utána már szarok az egészre, hogy mit javítanak benne. Csak legalább ezt az egy chaptert bírja már ki. Hát sajnos egy nagy hulladék lett. Ilyen szempontból. Hát igen, jutósa. De tényleg nagyon gáz. Pedig a legújabb verzió, de mindegy, nem számít. Na most... még az se a legjobb, hogy késik a stream. Na, na talán most. Csás, hogyha, hát bebágolt itt a boss fightnál, vagy én nem tudom, de valami nem úgy történt, ahogy amúgy kéne történnie. Mert ugye direkt most visszanéztem a videóba a gyerek, ahogy a neten végigjátsza, és neki második lámpa után egy átvezető jön, nálam meg nem volt. Ja, azóta lehet, hogy ott is vannak bugok amúgy. Várjatok, leállítom a streamet és újraindítom, mert ez annyit késik valami miatt most a stream, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Pillanat, és jövök vissza. Így nehéz. Pillanat, és újraindítom.